Istentől és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 119. Zsoltár első versetet fennállva, majd folytatólagosan második, harmadik és negyedik versetet pedig helyünket elfoglalva énekeljük. A 119. Zsoltár első versetet még így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok, akik igazságban járnak életükben. Thank you.
hozni bennünket a Lukács szerinti evangélium első fejezetének 39. versétől az 50. verséig terjedőleg a következőképpen van. Azokban a napokban útra kelt Mária, és hihetve elment a hegyvidékre, Júd egyik városába, bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Betelt Erzsébet szent lélekkel, és hangos szóval kiáltotta. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amit meghallottam, köszöntésed, újonban mozdult meg a méhemben a magzat. Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az Urat, és újjon az én lelkem megtartó Istenemben. Mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Isten tegye áldottá felolvasott igét. Gyertek, fennállva kérjük az ő szent lelkének világosságát és hatalmát, segítsen az ige meghallásában, megértésében és annak megtartásában. Ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes édesatyánk a Krisztusban, hozzád fordulunk, te hozzád könyörgünk, hogy a te szent lelked világosságát áraszd ki ránk ezen a mai Isten tiszteleten is. Ahogyan Pál apostol mondja, a lélek, és fogalmaz, hogy a lélek ugyan sokszor kész, de a test erőtlen. Ugyanígy állunk meg mi is most előtted, és kérjük, hogy a te lelked adjon erőt a testünknek az igére való figyelésben, annak meghallásában és annak megtartásában. Tudjuk, Urunk, hogy saját erőnkből nem megy. Tudjuk, hogy a te erődre, a te csodádra van szükségünk itt a mai vasárnapon is. Ahhoz, hogy úgy menjünk haza, megszólítottunk te általad, sőt, nem csak hallottuk a te szavadat, hanem belülről inspirálsz bennünket a te lelked által, hogy akarjunk úgy élni, hogy a te igéd tanít bennünket. Ezért kérünk hát, Urunk, hogy ezt a csodát add meg nekünk a mai napon. Szólj hozzánk, mi pedig hadd legyünk nyitott füllel és nyitott szívvel jelen, és hadd tudjuk befogadni az igét. Fel tudunk úgy hazamenni, hogy ez az ige gyümölcsöt teremjen az életünkben. Állunk és magasztalunk téged, Urunk, mert egyedül te vagy erre méltó, az egész teremtett világ fölött. Te, aki nem csak teremtettél, hanem bölcsen gondunkat is viseled, kérünk, hogy ezen a mai Isten tisztelten is hadd tapasztaljuk meg ezt a gondviselést, fiadért, a Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a barna énekes keresünk meg a 625. számú dicséretünket, és ezzel készülünk az ige hirdetésére és az ige meghallására. 625. számú dicséretünk mind a négy verszakát énekeljük, mert így kezdődik. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Yeah.
fejezetének 22. és 28. verséből a következőképpen. Amikor ezt mondtam, mármint Jézus, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá: boldog az anyamé, amely téged hordozott, és boldog az emlő, amely téged táplált. Erről így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Kedves testvérek, folytatjuk tovább azt az utat, ami azt tanuljuk, hogy mit is tanít, vagy hogyan is tanít bennünket a Szentírás arról, hogy hogyan lehet boldog életet élni. Azt gondolom, hogy így június vége felé egy adventi történetet felolvasva, hogy Mária találkozik Erzsébettel, megmozdul a hangzat, hogy ezt általában decemberben szoktuk olvasni, hogy decemberben szól erről az ige, legfeljebb karácsonykor, de nem nyár közepén. Azért is volt fontos ez az ige, mert az alapigével szorosan egybefügg, és ha megfigyeltétek, valóban erről van itt szó, nem csak azért, mert mind a két helyen Máriára van utalás, hanem azért, mert ez az egész ige szakasz, mind a Lukács első részéből, mind pedig a 11. részéről, abban függ össze szorosan, hogy hallgatni Isten igéjét, meghallani Isten igéjét, és megtartani Isten igéjét, ez a boldogságnak az áloga. Ahhoz, hogy ennek az asszonynak a felkiáltását itt az alapigében, hogy ugye boldog az az anyamé, amely téged hordozott, stb., hogy ezt meg tudjuk érteni, ahhoz látnunk kell, hogy a Lukács szerint evangélium 11. fejezetének megelőző verseiben miről is van szó. Arról van szó, hogy Jézus meggyógyít egy némát, mégpedig úgy, hogy kiűzi belőle ezt a démoni lelket, ezt a néma lelket, és emiatt a körülálló sokaság azt mondja Jézusról, hogy hát ez Belzebúbnak a segítségével, azaz az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Látják ott a csodát maguk előtt ezek az emberek, amit Jézus tett, és nem fogadják el ezt a csodát, nem fogadják el Jézust, hanem azt mondják, hogy az ördög cselekszik itt közöttük. És nem tudják elhinni, elfogadni azt, hogy az ördög a saját munkáit sohasem akarja lerombolni. Szemük előtt történik az, hogy az Isten országának, az Isten hatalmának a megnyilvánulása, és mégis azt mondják Jézusra, hogy az ördög erőivel, az ördög segítségével munkálkodik, és az ördög segítségével űzi ki a démonokat. De Jézus megvédi magát, nem hagyja ennyiben. Az ördög egyáltalán nem bolond, mondja Jézus, hogy saját munkáit lerontsa. Hát ez logikus. Ezzel mindnyáján így vagyunk, és azt gondolom, mindnyáján értjük. Ti, akik esetleg életetekben felépítettétek a saját házatokat, ki lenne az a bolond, aki ezt elkezdeni lerombolni? Kitörni az üvegeit, kitörni az ablakát, lerombolná a tetejét, hogy befolyjon rajta a fővíz, ki az, aki kiütné a falát. Hát ugye az ember, amit felépít egyszer, azt óvja, őrzi, gondoskodik róla, mert ez az övé, és ez az ő munkájának az eredménye. És Jézus ezzel érvel, hogy az ördög nem bolond, nem rombolja le a saját építményét, a saját munkáját, nem akar benne kárt tenni, sőt. És amellett érve, hogy amikor ő, mármint Jézus, megtisztítja valakinek az életét, akkor az bizony az Isten erejével teszi, nagyon szépen fogalmazik Lukács, az Isten újjának a hatalmával űzi ki az ördögöket. Tehát nem is kell az egész karjának az ereje, hanem elég az újjának az ereje, és azzal tisztítja meg a tisztátalan életű embereket. Jézus tehát azt mondja, hogy ő benne jelen van az Isten, Jézus tehát azt mondja, hogy ő benne munkálkodik az Isten, ő benne, vagy ő belül az Isten hatalma árad ki mindenkire. Na és akkor itt kiállt közben ez az asszony, és mondja ezt a mondatot: boldog az az anyamé, amely téged hordozott, és boldog az az emlő, amely téged táplál. Nagyszerű elismerés ez Jézus személyének, Jézus hatalmának, Jézus cselekedeteinek. Boldog lehet az az anya, akinek ilyen okos, ilyen jóra való és ilyen szeretetlen méltó fia van, kiállt föl ez az asszony. Ez egy nagyfokú lelkesedés, érezzük mi is, hogy nem csak úgy közbeszólt, nem csak úgy közbesuttogott, hanem szinte kitör belőle ez az újongás, szinte hallatszik a szavából ez a nagy lelkesedés. Boldog az az anya, aki megszült. Boldog az az anya, aki a karjaiban tarthatott téged, Jézus. Boldog az az anya, aki táplálhatott téged. Lefordítva ezt általános módra úgy mondhatnánk, hogy boldog az az ember, aki ilyen közeli kapcsolatban élhetett veled, vagy lehetett veled korábban. És Jézus itt szól közben,
És itt jön ennek a mai rövid ige szakasznak a fő tanítása, amit Jézus mond, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Mária boldogsága nem csak abból fakad, hogy megérinthette valaha Jézus. Nem a testi, nem a fizikai kontaktus az oka annak, hogy Mária boldog ember lehetett. Ahhoz, hogy ezt megértsük, kicsit bele kell mennünk a szövegbe. A magyar nyelvben, ugye itt azt olvastuk, Jézus így kezdi a beszédét, hogy de még boldogabbak, tehát ez a de még egyértelműen egy ilyen ellentétes fordulatot vezet be, ugye egy mondaton belül, egy antitézist, egy ellentét felvezetését. De a bibliai görög nyelven ennek a szónak, amit négként szerepel, egyébként csak négyszer fordul elő, tehát nem annyira könnyű megfejteni a jelentését, de több jelentése van. Először is igaz az, amit az előbb mondtunk, hogy egy ilyen ellentétet vezet föl. Amikor azt mondjuk, hogy de, valamiről szó van, de azt mondjuk, hogy de. És akkor tudjuk, hogy a de után valami ellentétes dolog következik majd. Aztán van egy olyan jelentése is, hogy ilyen megerősítő állító. Amikor azt mondjuk a magyarban, tehát itt nincs vitáról szó, nincs ellentétes felvezetés, hanem magyar is azt mondja, de mennyire? Ugye? Tehát megerősítjük azt, amiről szó van. És aztán van egy harmadik jelentése is, és ez lesz itt ebben a mi igeversünkben az a jelentés, vagy a magyar bibliai fordítók, bibliai fordítók is fordították, ez a helyesbítő. Tehát igazad van, de azért érdemes tovább gondolkodni, még inkább érdemes mélyebbre menni abban, hogy miről is van szó. És ahogyan Lukács használja a görög szavakat, és nem akarok itt görög órát tartani, de az ellentétesről teljesen más szót használ, a megerősítőre is teljesen más szót használ, szerte végig az evangéliumban, és erre az egy helyzetre, amit itt olvastunk, használja ezt az egyedüli szót, egyedül az evangéliumban, tehát máshol az evangéliumban nem fordul elő, ami egy ilyen helyesbítő. Igazat adott neked, de az igazsághoz hozzátartozik még valami több is. Már erről van is szó ebben a mai felolvasott ige szakaszban. Ez illik bele nagyon jól Jézus tanításába, és röviden ezt így lehetne megfogalmazni, hogy igazat van, te, aki bele kiáltottál, aki újonva fölkiáltottál, Mária valóban boldog ember. Mária valóban boldog ember. De nem csak azért, mert közvetlen kapcsolatban volt velem, hanem azért, mert meghallotta az Isten igéjét, és engedelmes is volt az Isten igéjével szemben. Na hát ezért olvastam fel az adventi történetet, ezért mentünk vissza a Lukács evangéliumnak első részére. Mert itt teljesedik be Mária mondata, hogy boldognak mondanak engem. De nem csak azért, mert megérinthette Jézus, vagy megszülte Jézus, vagy táplálta Jézus, vagy kézenfogva vezetgethette Jézus, vagy ott volt vele hosszú éveken keresztül negyfedél alatt. Nem csak ezért volt Mária boldog, hanem Mária boldogsága nem a testi kapcsolatból, nem a testi érintkezésből, hanem a hite miatt volt boldog. És Jézus nem azt mondja, hogy egyáltalán nincs igazad, ennek az asszonynak azt mondja, hogy igazad van, de lássunk többet ebből a boldogságból. Hogy Máriának volt füle meghallani az Isten beszédét, az Isten szavát, és volt elegendő akarata arra, hogy ezt meg is cselekedje. A boldogság kulcsa tehát nem csak a fizikai érintkezés Jézussal, hanem Isten igényének a megértése és a megcselekvése. Hát eddig ennyiről szólna ez a két rövid ige vers, ez a pici ige szakasz itt a Lukács 11-ben. Nézzük meg, hogy miben vonatkozhat ez mire mai hallgatókra, 2000 évvel később élő hallgatókra. Hogyan ez igaz rám nézve ez a kis rövid történet. Ahhoz, hogy ezt értsük, vissza kell mennünk abban a helyzetben, amikor az evangéliumokat leírták. Ugye ez néhány évtizeddel volt Jézus halála és feltámadását követően. Az ősgyülekezetekben, akik Jézus Krisztus nevében hittek, akik hitték a feltámadást, akik hittek abban, hogy ők is föl fognak támadni, akik hitték, hogy Isten megbocsátotta a bűneiket Jézus Krisztus szenvedéséért, ott voltak olyan emberek, akik soha nem találkoztak Jézussal. Soha nem érintkeztek vele, nem hallották őt a saját fülükkel beszélni, nem fogtak vele kezet, nem érintkeztek vele. De voltak nyilván olyanok is, akik viszont igen, akik akár a tanítványok, akár mások, akik ott voltak a sokasságban, ahol Jézus tett egy csodát, ahol Jézus elmondott egy tanítást,
ahol Jézus, nem tudom én, nagy dolgokat vitt véghez, ott voltak, és aztán, amikor ők megjelentek egy-egy ilyen gyülekezetben, akkor elmondták, hogy bizony én ott voltam, bizony én láttam, bizony én hallottam, és hogy ez milyen csodálatos volt, és milyen nagy dolog volt. Elmesélhették azt, hogy milyen volt, amikor Jézus megérintette őket, vagy megáldotta őket. Elmesélhették akár azt is, hogy milyen volt, amikor Jézus megölelte őket. Talán el tudjuk képzelni, hogy azok az emberek, akik soha nem találkoztak Jézussal, akik csak elbeszéléseket, történeteket hallottak Jézusról, a szívükben ott volt ez a vágy, hogy de jó lenne Jézussal találkozni. De jó lenne megfogni a kezét. De jó lenne, ha megáldana engem Jézus, ha rám tenné a fejembe tenné a kezét. De jó lenne, hogyha átölelne egyszer Jézus. De jó lenne egyszer egy jót beszélgetni Jézussal. És azt gondolom, hogy talán nekünk is lehetnek néha ilyen érzéseink, hogy de jó lenne egyszer, rövid időre találkozni Jézusról, hogy szemtől szemben úgy testileg beszélgetve, megfogva egymást, megérintve egymást. Azt gondoljuk, hogy ez a találkozás biztos boldogságot okozna az életünkben. Hát valahogy így képzeljük el azokat az első gyülekezetekben élő, hívő embereket, biztosban hívő embereket, akik hát mondjuk így ilyen szent irigykedéssel tekintettek azokra, akik már találkozhattak vele, akik beszélhettek vele, akik érintkezhettek vele. És ez volt bennük nem rosszat akarva, de hogy bárcsak én is találkozhattam volna vele, bárcsak én is megérinthettem volna, bárcsak én is ott lettem volna a közelében. Természetes ez a vágy, hiszen a boldogságát mindenki keresi, és egy hívő embernek miathatlan nagyobb boldogságot, mint az, hogy találkozik Jézussal, az, hogy beszélhet vele, az, hogy megérintheti őt. És ezt mutatja itt meg számunkra ez az asszony, aki így fölkiált, hogy boldog az az anyamé, amely téged hordozott, boldogok az emlők, amelyek tápláltak. Hát ugye ezt akarja kifejezni, hogy boldogok azok az emberek, akik olyan közel lehettek hozzád, hogy megérinthettek téged, hogy hallhatták a saját fülükkel a szavadat. És Jézus korrigál, és Jézus tanít, és amikor leírják az evangéliumot, akkor erre akarják tanítani ezeket az első gyülekezeteket, hogy persze fontos az, hogy akik találkoztak Jézussal, hogy ott voltak a közelükben, hogy ez milyen nagy élményt jelenthetett a számukra, mint hívő embereknek. De ez az igen pont arra tanít, hogy a boldogság megtalálása még közelebb is van ettől hozzánk, mint gondolnánk. Ez pedig nem feltétlenül az, hogy Jézus fizikai valóságában láthatjuk, nem az, hogy Jézus megérint bennünket a maga érintésével, közelségével, hanem Jézus szava szerint az igazi boldogság abból fakad, hogyha hallgatjuk, ha meghalljuk az Isten igéjét, ha meghalljuk, megértjük benne az Isten akaratát, és engedelmeskedünk tudunk neki. Kedves testvérek, erről már beszéltünk korábban, hogy hallani, meghallani, ez már az Ószövetségben is egy nagyon fontos üzenet volt, és az Újszövetségben még inkább fontosabbá vált. Fontosabb, mint a látás. Hitünk szempontjából a hallás fontosabb, mint a látás. Emlékeztek a gazdag és a Lázár történetére, ugyanak a vége arról szól, hogy a gazdag, aki ugye távol került az Isten országától, az Isten közelségétől könyörög, hogy hadd menjen vissza egy halott, és hadd mutassa meg magát, és akkor hinni fognak a testvérei is. És akkor azt mondja Ábrahám, hogy ha nem hisznek az írásnak, ha nem hisznek az Isteni igéjének, ami le van írva a Bibliában, az sem fogja őket meggyőzni, hogyha valaki föltámad a halottak közül. Ez az egész történet, ugye egy nagyon szép képies történet, a gazdag és a Lázár története, de a lényege ugyanezt mondja el, mint itt ez a két rövid igevers, hogy hiába támadva Jézus a halálból, hogyha ezt valaki látta, nem jelent semmit, hogyha nem fogadja el az Isten igényét, ami le van írva a Bibliában. Semmi más nem segít az emberen, semmi más nem adhat boldogságot az embernek, csak az, hogyha az, ami előttünk van az Isten igényében, azt meghalljuk, és elfogadjuk, befogadjuk az életünkbe, és meg is tartjuk. Ez az üzenet fontos volt az első gyülekezetek életében, hallani a Krisztusról való beszédet, és sokkal fontosabb volt, mint az, hogy látni őt. Ezt hirdették, ez a két rövid mai igevers is erről beszél, hogy ne arra vágyakozzatok, hogy de jó lett volna, ti is láttátok volna, hanem örüljetek annak, hogy halljátok az Istenről szóló beszédet. Örüljetek annak, hogy halljátok az Isten szavát, az Isten igényét, mert ebben van a boldogságotok. Az a boldog ember, aki hallja az igényt, és engedelmeskedik neki. És ez az igen ma is igaz.
nem csak ott akkor 2000 évvel ezelőtt az első gyülekezetekben, hanem ma is a 21. században egy nagyon vizuális kultúrában nem a látás fogja megoldani a hiteteket, nem a látás fogja megoldani a boldogságotokat, nem a látás miatt lesz teljes az életetek, hanem egyes egyedül azért, mert hallgatjátok, meghalljátok az Isten igéjét, és engedelmeskedni is tudtok neki. Pál apostol írja a római gyülekezetnek, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát amit itt Jézus tanít, hogy a boldogság alapja a hit, hogy hiszek a feltámadott Krisztusban, hiszem az Isten elfogadott engem, mint szeretett gyermekét, szintén a Krisztusért, a feltámadott Krisztusért. Hiszem, hogy ebben a világban is Isten áldásokat, örömöket és boldogságot akar ajándékozni nekem. Nem a körülményeim által, hanem itt bent a szívemben. Nem kívül, vagy olyan emberek lesznek majd körbe, vagy annyi pénzem lesz, vagy olyan munkahelyem lesz, vagy stb. Nem a külső körülményekben, hanem a szívemben tud, akar örömöt és boldogságot és áldást adni az Úr. Hiszem, hogy a földi életem után ott az Isten öröksége, az az enyém is, azaz én is feltámadok majd a hit által, és Krisztussal együtt lehetek majd ott az örök boldogságban. Tehát ezek a hit kérdések, ezek mind-mind nem a semmiből lesznek, vagy nem a látott dolgainkból lesznek, hanem egyes-egyedül akkor lehet ez a hit, ami én, ha hallgatjuk az Isten igényét, sőt, meghalljuk az Isten igényét, és az Isten igénye meggyőz bennünket arról, hogy érdemes ezt az utat járni, mert valóban ez a boldogságnak az útja. Az ige késztet bennünket arra, hogy meghalljuk. És kedves testvérek, ha magamról is beszélhetek, akkor én is így állok ide minden egyes vasárnap a szószékre, így nyitom fel a Bibliát, így készülök az ige hirdetésre, az Isten tiszteletre egyaránt, hogy ez az én reménységem. Nem az, hogy én majd mennyire jól tudom hirdetni az igét, nem az, hogy tanítom a diákoknak, hogy hogy kell hirdetni az igét, nem az, hogy majd jobban beszélek, vagy lassabban beszélek, vagy meggyőzőbben beszélek, vagy sokkal, nem tudom, hogy lelkesítőbben beszélek, hanem egyetlen egy reménységem van, hogy az ige szólaljon meg, és onnantól kezdve az ige végzi a maga munkáját. Hirdetni az igét, ez az egyetlen egy megbizatásom, vagy küldetésem, és onnantól kezdve bízni abban, hogy az ige titeket is rákényszerít a hallásra, a meghallásra. Az ige titeket is rákényszerít arra, hogy ha eddig rossz irányba mentetek és keresitek a boldogságot, de nem találjátok, akkor az ige megmutatja, hogy merre van ez a boldogság. Mégpedig abban, hogy hallgatni az Isten beszédét, hallgatni az Isten szavát, és elfogadni azt, megtartani azt. Nagyon érdekes ez az igének a befejezése, amikor azt mondja Jézus, hogy azok a boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, beszédét, és megtartják azt, engedelmeskednek neki. Gondoljatok csak bele, 2019-ben valóban az a boldogságnak a kulcsa, hogy valakinek engedelmeskedjünk. Én külső, hogy mondjam, tapasztalataim által azt látom, hogy nem ez a boldogság kulcsa, hogy valaki megmondja nekünk, hogy mit kell csinálni, mi megcsináljuk, és akkor majd ettől mi boldogabb leszünk. Ma az ember nem így gondolkodik. Ma az ember úgy gondolkodik, hogy ha majd megcsinálom, én akarok, na majd akkor leszek boldog. És egyáltalán nem arra készül, vagy arra felírozza magát senki, hogy valaki megmondja nekem, hogy mit kell csinálni, és akkor majd attól milyen boldog lesz az életem. És Jézus mégis ezt mondja, hogy akik hallgatják az Isten igéjét, és engedelmeskednek nekik, na azok lesznek a boldog emberek. Ez a következő lépés, és itt fontos az a görög szó, amit szerepel az engedelmeskedésre, ugyanis itt az a szó szerepel, ami a magyarul így fordítható le, hogy őrködni, őrizni, védelmezni. Azaz, boldogok, akik megkapják ezt az igét és megőrzik a szívükben. Emlékeztek arra, amikor Mária kijelentést kapott Jézus születéséről? Emlékeztek arra, amikor Jézus megszületett és az angyal mit mond Máriának? És akkor mit ír az ige? Mária megőrizte ezt az igét. Megőrizte, nem engedte kihullani, nem engedte elveszíteni. Kicsit olyan ez, mint amikor kaptok egy nagy értékről szóló, nem tudom én, csekket, vagy igazolást, vagy bármit, és elveszítitek, és hiába a tiétek, és hiába a ti nemetekre szól, de nincs a kezetekbe az, amivel ezt beválthatnátok, amivel a tiétek lehetne. Meg kell őrizni azért, hogy ez a tiétek lehessen majd.
azt az igét, az Isten igéjét. És erről szólít, hogy boldogok azok, akik megkapják az Isten igéjét, ugye meghallani, megérteni az Isten igéjét, az azt jelenti, hogy az már az enyém, az már megnyílt a számomra, az már szól hozzám, az már meghatározza az életemet. És nem hagyom, hogy elvesszen, nem hagyom, hogy eltűnjön az életemből, hanem megőrzöm azt. Ez jelenti az engedelmeskedés ennek az igének. Megőrzöm a szívemben az Isten igéjét. Ez a boldogságnak a kulcsa. Akkor, amikor fiatal voltam és tínédzser koromban megtértem, akkor ugye tínédzser korban az ember élete azért az egy folyamatos változásban, formálódásban lévő élet. És emlékszem, hogy azok a 10 évesek, 16, 18 évesek, akik ezekben az ifjúsági táborokban részt vettek és megtértek, mindig ez volt a nagy probléma, hogy hazamennek, visszakerülnek a régi környezetükbe is, és valahogy elfelejtik, valahogyan elengedik, valahogyan engedik elveszni ezt az igét, ami arra hívta őket, hogy megtérjenek az Istenhez és új életet élhessenek. És mindig ez volt a kérdés, hogy hogy lehetne ezeket az embereket megőrizni, és hát ugye mármint a hitben, hogy ne essenek ki belőle. És akkor az volt a módszer, vagy így a gyakorlat, hogy egy ilyen kis csoportokat ezeket a fiataloknak egy-egy falun belül egy-egy ilyen kis csoportot biztosítani, ahol hetente találkozhatnak, lehetőleg mindig a buli napján, vagy a buli estén, tehát hogy tudjanak döntést hozni, hogy az Istenhez akarnak tartozni, és nem oda, ahol nem tudom én, isznak, meg részegeskednek, meg tombolnak, meg nem tudom, és hogy így biztosítsák számunkra, hogy az Isten igéivel hétről hétre találkoznak, és ez őrzi meg őket majd attól, hogy elveszítsék, hogy elhagyják ezt az igét. Kedves testvérek, ez volt akkor, régen, de ugyan ez a helyzet ma is, hiszen hétről hétre vajon miért jövünk el az Isten tiszteletre? Azért, mert nincs jobb dolgunk, vagy azért, mert nem tudnánk otthon mit csinálni, vagy nem lenne más program, és éppen ez az egy maradt vasárnap délelőtre. De nyilvánvalóan, hogy nem ez áll a hátterében, hanem pont az, hogy tudjuk, hogy találkoznunk kell az Isten igéjével, hogy hallanunk kell az Isten igéjét, hogy az Isten igéje megszólítson bennünket, és hogy megerősítsen bennünket az engedelmeskedésben. Azért vagyunk itt hétről hétre, hogy legalábbis ez lenne az ideális, hogy azért vagyunk itt minden vasárnap, hogy az ige elérjen bennünket, és hogy ne veszítsük el az Isten igéjét. Ne hagyjuk el az Isten igéjét. Hány és hány ember beszélt már arról egész életében, hogy amikor szólt hozzá az ige, akkor nem tudott döntést hozni. És amikor már nagyon akarta, hogy az élete megváltozzon, akkor meg valahogy, mintha túlment volna azon az életének azon a szakaszán, és már nem tudta úgy elfogadni az igét. Beszél erről a Biblia is, hogy nem csak az időnek a folyama van, hanem vannak az időnek ilyen minősített szakaszai, és ezeket meg kell tudni ragadni. Hogy amikor az ige megszólal, amikor az ige megszólít engem, akkor arra az ember választ tudjon adni. Ezt nevezi a görög, ugye a kronosz, ez a folyóidő, az időnek a végtelensége, és a kairosz az pedig a speciális idő, az értékes idő, ami arról szól, hogy az Isten beszél hozzám, akkor én arra választalok, engedelmeskedek az Isten igéjének, és elfogadom az Isten igéjét. És hány és hány ember élete pont ezért ment tönkre, mert ezt a kairosz, ezt a speciális időt, ezt a minősített időt nem tudta megragadni. Nem tudta az életét rátenni akkor, amikor az Isten megszólította őt. Én is találkoztam nem egy ilyennel. És utána pedig már kérték, hogy hogy lehet megtérni, meg hogy lehet újjászületni, meg hogy lehet, és egyszerűen nem ment, mert az Isten igéje már nem úgy érkezett akkor hozzájuk később. Kedves testvérek, tehát ez a engedelmeskedni az erről szól, hogy megőrizni az igét. Amit hallottok, ahogy a Mária tette, megőrizte a szívében, forgatta az igét. Ez lenne a lényeg, hogy ne úgy menj, kiléptek az ajtón, és már azt sem tudjátok, hogy miről szól, hogy mit akart az Isten a ti életetekben, hanem úgy menjetek, hogy ott marad, hogy gondolkoztok rajta, hogy imádkoztok felette, hogy kéritek az Isten szent lelkét, hogy ezt tegye valósággá az életetekben. Kicsit hasonlít az a képhez, hogy valakinek mondjuk bajban van a házassága, elmennek egy szakemberhez, és segítséget kérnek ettől a szakembertől, hogy segítsen nekik, hogy mit kellene jobban tenni, vagy mire kellene odafigyelni, hogy a házasságuk jobban működjön, hogy ne legyen mindig feszültség, vagy ne legyen mindig félreértés, vagy hogy egyáltalán harmónia legyen. És akkor szakember meghallgatja őket, ad nekik ilyen életvezetési tanácsokat, párterápiás tanácsokat, hogy hogy lehetne jobban kifejezni a szeretetet egymás felé, hogy lehetne jobban megerősíteni ezt a kapcsolatot. És akkor kilépnek az ajtón, akkor
egyik kérdezi a másikat, hogy na akkor te mit értettél belőle? Ó, én már elfelejtettem, hogy mit mondott a másik, és ó, én is elfelejtettem, hogy mit mondott. Ugye, tehát, hogy hiába mennek el, hiába kérik a segítséget, hogyha azt nem őrzik meg, ha nem figyelnek oda, hogyha nem fontos a számukra, hogyha nem jegyzetelik le maguknak, hogyha nem forgatják a szívükben, ha nem vonatkoztatják magukra azt, ami ott történik. És sokszor megtörténhet ez a mi életünkben is, hogy ilyen párhuzamos életet élünk. Hogy bejövünk a templomba, még talán lelkesedünk is, még talán örülünk is annak, amit az Isten igéje aznap nekünk üzen, megerősít bennünket, talán még lelkesít is bennünket, és segít nekünk abban, hogy az életünket jól éljük, hogy teljesebb legyen az életünk, és akkor kilépünk az ajtón, mintha elvágták volna. Ott már nem érvényes, hiszen kilépünk abba a világba, ahol élünk, ahol mi magunk akarjuk az életünket igazgatni, a kapcsolatainkat, a pénzügyeinket, a nem tudom én, a munkahelyi dolgainkat és minden egyéb más, az egész személyiségünket, és arra az Istennek semmi hatása ne legyen onnantól kezdve. Ez a párhuzamos élet, ez az, ami ugye a boldogtalanságunknak az oka, hiszen itt bent azt mondjuk, hogy de jó lenne így jön, és akkor kilépünk, akkor azt mondjuk, hogy hát ez nem valósulhat meg az életünkben, nem hiszünk benne, hogy megvalósulhat az életünkben. De a mai ugye pont arra tanít bennünket, hogy megvalósul. Pont ez lenne a lényege, hogy amit az Isten igéje elmond nektek, az igazán válhat. Hogy az ige, amit az Isten nektek mond, az Isten szava, amit nektek szán, az eljuthat egész a szívetek mélyére, és gyümölcsöt teremhet az életetekben. Ez természetesen nem a ti munkátok, ez a léleknek a munkája. De semmi mást nem kell ehhez tennünk, csak hinni benne, hogy a lélek ezt a gyümölcsöt megtermi. Kérjétek el 6 hónapra, imádkozzatok érte folyamatosan. Kérjétek reggel, délben és este azt, hogy az Isten lelke tegyen készé titeket arra, hogy nyitva legyen az életetek az Isten igéje előtt, nyitva legyen az értelmetek, az érzelmetek az Isten igéje előtt, és nyitva legyen az akaratotok is, képes legyen, erős legyen az akaratotok is, a lélek erősítse meg az akaratotokat arra, hogy ez az ige valóságra is váljon. Azaz, amit az Isten mond nektek, amit elmond nektek, akár itt a mai ige hirdetésben, ebben akar megerősíteni, hogy ő ezt meg tudja áldani, és meg tudja erősíteni, és ezáltal boldoggá tud tenni, higgyél benne, tedd rá az életedet, kérd el az Istentől folyamatosan, és meglátod, igaz lesz. Kedves testvérek, az egész, így, hogy keresztény, nyugati kereszténységben, reformátusságban teljesen egyértelműen tudom én is mondani saját tapasztalatból, azon panaszkodik, azon kiúlódik, hogy ez a párhuzamosság, ez tönkre teszi az életet. A templomban tök jó hívőnek lenni, de amikor kilépünk a munkahelyre, vagy belépünk a munkahelyre, vagy amikor a családban vagyunk, vagy amikor az ismerősök, barátok között vagyunk, akkor meg valahogy nem megy kereszténynek lenni. Valahogyan nem működik ez a folyamat. És az Isten pont ebben akar megerősíteni őket, hogy hallgassátok az igét. Itt vasárnap is, de természetesen otthon is, minden egyes nap. Hallgassátok az igét, és engedjétek, hogy ez az ige, ez megteremje a maga gyümölcsét. Engedelmeskedjetek is ennek az igének. És meglátjátok, hogy teljesen minden meg fog változni. Még egyszer mondom, nem a ti munkátok ez, a lélek munkája, de higgyetek abban, hogy ez a lélek meg tudja teremni ezt a gyümölcsöt az életetekben. Kérjétek el ezt minden egyes nap, és meglátjátok ezeket a csodákat. Amen. Válaszoljuk a hirdetett igére a 673. számú dicséretének énekeljük-e. Thank you.
áldással, megköszönve mindazt a sok-sok mindent, amit kaphatunk, nem csak itt a földi életünkben, testben való szükségeinkben, hanem mindazt, amit lelkileg is nekünk ajándékozott a lelked által. Köszönjük, hogy megerősítesz bennünket, Urunk, a lélekben, az ő szerint való járásban is, hogy ő erősítsen, segítsen bennünket a Krisztus követésében. Köszönjük, hogy megteszed ezt vasárnaponként itt az Isten tiszteleten. Köszönjük, hogy megteszed ezt a napi csendességben. Köszönjük, hogy megteszed ezt a testvérekkel való közösségben, a beszélgetéseinkben, a bátorításokban. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy a te szándékodat, a célod nem csak az, hogy itt a földi életünk valamennyire rendben, biztonságban megtörténhessen, hanem az is, hogy a mi lelkünk biztonságban legyen. Köszönjük neked, Urunk, hogy békességet kínálsz, hogy boldogságot ajánlasz ajándékként föl nekünk, és köszönjük, hogy a lélek ereje által képesek lehetünk ennek az elfogadására is. Segíts bennünket, Urunk, az életünk következő napjaiban, heteiben is, hogy nyitottak, befogadóak legyünk a te ajándékaidra. Segíts bennünket, hogy szívünk kész legyen a te igéd minden kincsét és gyönyörűségét befogadni, és kész legyen engedelmeskedni. Kész legyen, hogy azokat meg is őrizzük az életünkben, hogy azok beépüljenek és bennünket meghatározzanak, hogy mi életünket meghatározzanak. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy te adsz hitet, hogy a te igéd ereje által embereket jutatsz el oda, hogy elhisszük, hogy Jézus Krisztus miértünk is szenvedett és miértünk is meghalt, és ez ő feltámadásában nekünk is feltámadást kínálsz, nekünk is feltámadást ajándékozol hit által. Könyörgünk hát, Urunk, a te lelkedét, hogy napról napra erősítsen meg bennünket abban a hitben, hogy a te szereteted az elegendő ahhoz, hogy bennünket megtisztítson, és hogy ebben a megtisztított, megújított életben úgy formáljon és úgy vezessen, hogy eljutassunk oda a mennyei országokba, a dicsőséges hajlékba. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te hatalmad, a te erőd itt a földi életben is megnyilvánul fölöttünk. Köszönjük, hogy láthatjuk a te csodáidat a magunk életében és mások életében egyaránt. És köszönjük, Urunk, hogy ez is erősíthet bennünket. Áldunk, magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szent Élek, Teljes Szent Háromság Isten, legyen tiéd dicsőség, a tisztesség és a hálódás, mint örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a hirdetéseket. Tábor befizetésének a határidejét hirdetem, ami a múlt héten volt, aki még nem tette meg, kérjük, hogy az előttünk lévő napokban mindenképpen pótolja, mert a héten kell jelenteni a végleges létszámot. Kedves testvérek, hirdetem azt is, hogy a szabadságainkat sajnos, bizonyos értelemben sajnos, úgy kaptuk meg, hogy általában vasárnaptól vasárnapig, tehát a következő három héten, tehát két hétre fognak elmenni a családdal Balaton mellé, ez vasárnapról vasárnapig tart. Vendégigegyedetők lesznek közöttünk, ezt szeretném azért is elmondani, hogy egyrészt ne meglepetésként gyertek majd az Isten tiszteletre vasárnapoként, másrészt pedig azért, hogy gyertek, és fontos, és olyan emberek jönnek most közénk, akik egyrészt már voltak itt, és akit örömmel fogadtatok korábban, illetve akik kapcsolatban voltak a gyülekezetünkkel korábban. Így következő vasárnap Oszmár Csendre, egyedi folyamos teológus hallgató szolgálma együtt közöttünk, fogadjátok őt szeretettel.
aztán július 7-én Gáni Olesiák hajnalka, aki most 5 éves teológus és a Pozsonyi utamon gyakorlaton, ő vállalta, mondta is, hogy szeretne már találkozni a gyülekezettel, szeretne újra itt lenni közöttetek, fogadják őt is, kérem szeretettel, és július 14-én vasárnap pedig Kovács Mihály, nyugalmazó testveres, akit ugye helyettes lelkész volt a legutóbbi, tehát már mostanában az előtti lelkészválasztáskor, kb. 13-4 évvel ezelőtt, ő is örömmel fogadta a meghívást. Mihály bácsit próbáltam rávenni arra, hogy érte megyünk, meg elhozzuk, de nem akarta elfogadni, úgyhogy ő vonattal szeretne mindenképpen érkezni, de hogyha esetleg ti meg tudjátok így győzni, 14-én valaki, hogy hazaviszitek Budapestre, kocsival, akkor lehet, hogy elfogadja. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy egy jó ötleten főleg nagyon meleg lesz. Úgyhogy tehát a következő három vasárnap Endre, Hajni, illetve Kovács Mihály esperes úr fog közöttünk szolgálni. Arra kérlek titeket, hogy gyertek, fogadjátok őt szeretettel. Az, hogy én nem vagyok, tudom, hogy ez néha elhangzik, mert megfogalmazódik szájában, hogy akkor ti is elmehettek másfelé, vagy nem jöttek el, ne így legyen, legyetek sokkal többen, mint amikor én vagyok, gyertek és fogadjátok őket, kérjétek a gyülekezetként együtt. Aztán majd július 28-án, amikor a tárgyalunk lesz, akkor Szabó Zoltán, harmadik félmos teológus szolgálat közöttünk, és a tárgyal most vasárnap délután itt, illetve augusztusban fog mindig egy hétre elmenni, 11-én és 18-án szintén két vasárnap esik bele, két teológus kívtam. Kiemelkedő ötödikán a teológus Mátét, aki a múlt év őszén volt itt közöttünk is, szolgált itt közöttünk, Márkus Mátét, illetve Borsos Máté Csabát, aki viszont tavaly volt itt közöttünk egy vasárnap, mind a kettő nagy ajándékunkkal is, vagy tehetséggel megállott igényedetőt, hogy fogadjátok őket is szeretettel meg. Ezt kifüggesztem majd a templomajtón mellé, hogy lássátok, tudjátok, hogy mely vasárnap éppen kiérkezik hozzánk. Kérlek, hogy legyetek jó házigazdák és szeretettel és közösségek, hogy fogadjátok őket. Köszönöm szépen! A adakozást hirdetem, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. A 193. számú énekünket énekeljük, áldás vétele előtt, szintén egy áldásra kívánó ének, 193. számú ének, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és Atyánknak Istennek szerelme, Szentlélekkel áldott közösségben lényegődni mindjártunkkal. Amen. Közössége legyen és maradjon mindnyájunk veletek. Amen.